Üdvözlök, ismétem, mindenkit! Itten, Hátó vagyok! Ki fog derülni, hogy mai PC lookba ez majd szó! Egyáltalán megvan a sebesség az internetnek. Egyformán van. Fölvételezve is! Vagy jó lesz, vagy nem lesz jó. De elindult! Lehet hallani! Miről is lesz? Máma! Arról van szó, hogy eredetileg mindent kellene videózni, amit csinálok az interneten. Hogy én bekapcsolom, szállítógép előtt vagyok, ami nem annyira privát, az rögtön kell felmennie a internetre. Ez helyett az ördög! Az ördög mindent megtesz, hogy ne úgy legyen, hogy én szállítógép előtt ülök, és menjem egy gombot, kettő gombot, itt van, a stream, meg a resorting gomb. És mind a kettő megy fölfelé, egyik az internetre megy, a másik megy a merev lemezre, és megmarad. És egyszerűen az ördög mindent megtesz, hogy ne így legyen. Ugye erről az ördög tehet, ha nincsen a haladása a csatornán. Másba is. Mindenki tudja azt, hogy jó testfelépítéssel és jó izomzattal, meg nagy agykapacitással lehet elérni jó sok pénzt. Mert aki gondolkodik, az nem megy el egy sima, büdös gyári munkásnak. Ez a rétegeződés. Ugyanígy szokott lenni régebben is. Voltak rabszolgák, azon most lettek a büdös munkások. Voltak jobbágyak, voltak arisztokraták, voltak nemesek, vagy voltak asszaszinok. Meg kell azt értenitek, hogy itten ez a befolyásolás miatt van ez így. Egy munkás réteg mindent megtesz, hogy a többi is egy büdös kis munkás legyen. Azt sem tudom elképzelni, hol tudnak 8 valószínűleg vagy 10 valószínűleg ugyanabban a ruhában lenni. Ez, vagy 12 valószínűleg. Nekem ez nagyon... vagy olyan furcsának tűnik. Vagy 14 valószínűleg ugyanabban a ruhában lenni. Sok munkás elme gyenge. És annyira egyenlőek már szerintem már az elmebetegekkel. Elmebeteg szinten vannak már a sima gyári munkások, mint a hülyék. A hülye egyenlő az elmebeteg munkásokkal. Hát, ugyanez a helyzet van. Most el kell képzelni ezt a helyzetet. Mindent megtesz, ha nézi YouTube-on filmeket! Itt van ez a YouTube is! Ami arra tanít, hogy nehogy mozogjál, mert nehogy izmosítson magad, mert nehogy agykapacitásod nagyobb legyen. Egyik legnagyobb manipulatív oldalak közé tartozik. Be is fog töltődni! És itt van! Nagyon sok gyenge elme ezeket le tudja utánozni. Képes rámenni arra, hogy megnézze a videókat, milyen örömet ad nekük, hogy ez ad nekük örömet. Ezt képesek nézni? Mi nagyobb reklámok, hirdetések vannak benne. Egyre gyengébb elmélyek is vannak itten. De mutassák az új AMD-s Ryzen-t, és annál jobb. Hogy ez itt, amik vannak, mind-mind fizetve vannak. Ki vannak fizetve? Hogy nagyobb hűtést érjenek el? Nincsen ingyen ez se. Hogy ezek itten nem ingyen van. Nagyon sokan napi szinten van a másik oldal, ami személyesen nem vagyok fönt rajta, nem is fogok. Van egy profilom, accountom, azt is le fogom törölni. Ne legyek rajta. Ez a Facebook. Másokat néztek? Bámultok? Másokat nézem virtuálisan. Jaj, de jó. Jaj, de jó. És így tovább. Nagyon sok mindenről mondom a
Nem az az ördög, más ördög tehet róla. Hogy egy gyenge elme megtesz mindent, hogy közé tartozzá. Hogy egy gyengék vannak, például mint ezek a kis gyári munkások. Megtesznek mindent. Onnan szabadultak, olyanokkal is voltam, olyan társaságban voltam, akik onnan szabadultak ki. Szerintük az megszokás dolog. Amerre megy a pénz, annál több hazudás be tudtak adni. Ocsmány kis férgek. És itt van. Gyári munkás. Arra képesek, egy helyben álljanak és nyomkodjanak valamit. Az a legegyszerűbb, a legbiztonságosabb. Jaj, de jó, és örömet ad nekik. Ez az egyik legutálatosabb rétegek közé tartoznak. Pont ezért tartoznak ahhoz, amin a vírus legjobban fogni fog. Nem veszik észre még. Egy helyben vannak. Beolvad a vérők, egy-kettő elpatkolnak, meghalnak. Hogy ezek a féreg réteg létrejött. De már fölöslegesek a 21. században. Vannak helyette robotok, amik jóval pontosabbak, szenzoraik vannak. Nem pedig lenni itt, hogy ők kellenek. Igen, jaj, de... Már számomra az is szégyen volt, hogy ilyenek közé mentem. De... hogy a szégyen gyalázat. Megszégyenítettetek. Még az a jó, nem úgy gondolkodnak a mások, mint én. Neki más a szokása. Még én nekem is van különbségek itten, az egyéneimbe. Én állam a legszívesebben megtenném, és akik voltak, már nem volnának. Szépen, évszám szerint, mi kedvem tartsa, visszafelé megyek, vagy előrejébb is megyek. Most mi van? Ha minden jó összejött volna, de nem jött össze. Most jött a másik logika. Kicsikét másabb. Most arról van szó. Vannak ezek a kis elmebeteg munkások, akik a legnagyobb százalékban a leghamarabb szoktak öngyilkosok lenni. Ez most komolyan modván. Van ez a terület, ahol én vagyok, ott van a legnagyobb a munkásoknak az öngyilkolások száma. Jó sokan már vonatalá is mentek, lerakták, a fejüket átvágta, meg felakasztották. De én nem tudom most talán az újabb információkat, én a régebbi el kell tudok olyan 2009 után előtieket, már nem edzem. Most tanában menjen, mennyi sok munkás vágódott, vagy menjen, nincsenek már, nem érdekel, nem tudom. Szerintem, aki azt hiszi, hogy ezek a normál réteghez tartoznak, nagy osznészséggel gyengék. És pont ilyen gyengéket beszélek, hogy egyenlő az elmebetegekkel. Ez egy helybe áll 12 óra hosszát. Itt is van, gyerek is mutatom. Állásmunka hirdetés. Azonnal megkapjátok. 12 óra hosszát áll. Itt van 1400 euró. Munka lehetőség. Kábelgyárakban. Egy helyen állnak. Kábelgyárakban. Nem szégyeli magát. Jaj, de jó. Jaj. Van kell, meg lehet másból is élni. Nem pedig lenne egy munkába. Nagyon sok gyengelme a munka. Féli magát mutogatni. Minek mutassam magamat? Erre tanított az óvó néni. Húzd fel a nadrágodat. Rohadt kics. Szia, paták! Dobd a szemetest a szemetesbe, a valóságban te voltál a szemét, meg a többi gyagya munkásrétek, mind-mind egyel az elmebetegekkel. És megmondom azt is, hogy miért is kellett legyilkolni az elmebetegeket. Azért, mert undorítónak találtam azon, hogy azon élezgettek, így ha nincsenek, nem vinnak a sis, büdös, sima gyári munkások tovább élvezgetni rajtuk. Évezgedjenek saját magukon, és ugyanarra szintre le tudnak menni. Egy kis büdös férgek. Utálom.
Nagy valószínűséggel pokolba is fognak jutni. Folyton csak a filmeket, sorozatokat a virtuális világban élnek. És ilyenek közé kellett bemennem. Oda kellett mennem. Hány éven át? Ezt a sok rontást. Tőlem út volna, már nem lettetek volna már. Nagy valószínűséggel jöttek volna már a rakéták, de nem. Ha itt van, nem stímen nagyon. A kis rohadt kis köcsögökbe. Hát, ez most ilyen kitérő volt, ez a PC look volt. Lehetett volna más is. Ezt nézem mostan héten az interneten. Azért mondom, mert ezek a legalsóbb réteg. Aki mindent megtesz, hogy oda... Oda, jaj, de jó! Hogy én nem fogok egy helyben állni sohasem. Az életben. Így van ez a valóság, nem pedig a virtuális örömök, kis rohadt kurvákhoz járó férgek. Meg lehet élni a munkásokból amúgy meg. A munkás, ilyen gyári munkások a kurvákhoz járnak. És visszakerül a cégnek a pénze. Minden nagy cégnek vannak kurvái. És a kurvákat jó szétkúrják a sziófatal munkások. A gyöngelme. Vagy saját magukat kúrják szét. Meg lehet élni a munkásból. Ki lehet őket használni. Szart sem élnek. Jó sok pénzt meg lehet gazdagodni velük. Jó sok hülye munkása sokra lehet menni. Jó sok pénzt el lehet szenni tőlük. Itt van ez a sok ördög. Megszállni. Benneteket is! Nem lehet észrevenni őket! És most már lehet egy kicsit másról is szó, hogy több videó fel fog kerülni az internetre, mert a tévé helyett nem a tévét, a másikat, hanem a saját tartalmakat lesznek feltöltve! Más is meg lehet érni, amit mondtam már többször. Mindig jobb izomzattal, jobb agykapacitással. Nem pedig abban, hogy egy rott kis büdös munkások közé kellett mennem. Hogy egy életre megaláztatok. Nem egy életre, hanem ez egyik legnagyobb szégyen, ami volt eddig. Eddig még nem süllyedtem ennyire le, mint mostanában vagyok. Le kellett süllyednem. Egy sima Facebook miatt, meg egy sima YouTube miatt. YouTube! És nagyon sokan visszanak az előre, hogy ezeket képesek nézni napi szinten. A legelső oldalon beállítani fog. Hogy ezt képesek nézni. Mert tudják, hogy a mások is nézik ezt? Jaj, de jó! Jó sokan megnézték! Mi lesz, meg kell nekem is nézni. Itt kezdődnek a komoly gondok. Gond. Most kételezzünk fel a helyzetet. Ha régeség óta felvettem volna az iszlámitet, megszereztem volna a másik szerveknek egy párat, nem vagyok én tehetetlen, minimum olyan 5-6-ot, 5-ot sem összebírtam volna szenni, és nem tartoznák a munkások közé. Hogy már fölöslegesek, vannak már gépek, amik már elégzik a feladat. Ők annyira fölöslegesek, egyszerűen nem. Ez a vírus úgy van kifejlesztve. Eszembe szokott néha jutni, hogy megvan kiszámít elmebetegnek. Most ez a vírus, amikor kellett még találva, hogy megvolt ki az elmebeteg. Megvan az ideális felépítés. Ideálisan meglen az is, hogy melyik bírtok mozogni, melyik mozogtok. Aztán még nem számoltunk bele, hiszen nincs beleszámolva a virtuális világban való élvezgetések. De akkor te nem fogsz mozogni. Az immunrendszered egy helyben vagy, nem dolgozik a szervezeted. Egyszer nincsen, nem eszel annyi vitamint, vitaminokat, zöldségeket. És nincs meg. Legnagyobb valószínűséggel, leghamarabb a koronavírusba a sima